ablak hüvegében látom régi arcomat. Lopni cigarettám végén fénylő parasat. Nézz ki hajnalban és a mezőkön sok-sok emlékkel. Ott áll Vanda és nézd csak Stefán is épp a kezével hív. Gondolj a galambokra, krakkóra fűtelén. Fénykét fészünk, porta fémre, rajta te meg én. Itt lesz szó zenéről, lesz szó szerelemről, barátságról, életről, halálról. Hogyha ezeket sorrendbe kellene állítani, ezeket a témákat, hogyan jönnének az ön életében ezek sorban? Hát jó nehezet kérdezett. Hát mondjuk adódik a zene. Valószínűleg azt venném előre, azzal foglalkoztam a legtöbbet. Lehetne a szerelem, azzal is elég sokat foglalkoztam. Hát a halál kerülne utoljára. Ugye a zenét mondta legelőször. Igen. Mikor gondolta úgy, vagy mikor érezte úgy az életben, hogy a zene lesz az, ami végig kíséri az egész életét? Mikor volt ez a pont, amikor tudta, hogy enélkül nem biztos, hogy mehet tovább az élet? Hát erre elég pontosan tudok válaszolni. Úgy a 70-es évek végén. 70-ben találkoztam egy Bereményi Géza nevű fiúval, véletlenül a főváros valamelyik utcájába, egy kocsmába, és én egész odáig rajztanár voltam, képzőművészeti főiskolát végeztem, tehát festő vagy grafikus szerettem volna lenni. Ezt eszembe se jutott. Volt egy gitárom otthon, és én gitározgattam, meg énekeltem, de engem a zene annyira nem foglalkoztatott, hogy tehát kisgyerekkoromban valahogy elintéztem, hogy ne kelljen hegedülnöm, szóval mindent megúsztam, szolfést se tanultam, sem előtanulmányaim sem voltak. Muzikális gyerek mondták, jó hangja van, szeret énekelni a családban. Régen, mikor vendég jött, akkor valamit el kellett énekelni, mert hogy a gyerek produkálja magát, de az, hogy én a zenével el legyek kötelező, az nagyon sokáig nem fordult elő, és mikor a Gézával, Bereményivel a dalaink úgymond kibújtak az ismeretlenségből, és a világ elé álltak 73-74-ben, és pillanatok alatt valahogy ilyen futótűzként az emberek megszerették. Azért mondom, hogy ez eltelt egy 3-4 év, mikor rájöttem, hogy én most már felelőse vagyok a daloknak, és hogy ezt már nem nagyon hagyhattam abba. Tehát már nincs visszatérés a régi szerelemhez, a festéshez, már nincs civil életem, hanem most már úgymond a dalok énekese vagyok, és akkor ezzel elköteleződött az ember, és tulajdonképpen egy keresztet a anyagba, és de innentől. Bereményi Gézával megismerkedtem egy kocsmába valamelyik éjszaka, és akkor már volt, hogy 10-20-30 vagy 50 dalunk magunknak, mint a bogár gyűjtő. Fogalmunk se volt, hogy mi lesz ebből, de ez a fiú olyan helyes volt, egy húrunk, begyűltünk, amúgy is ibús korszakunk volt, csajoztunk, ittunk, egyik kocsmából a másikba mentünk, mint a fiatal farkasok, ilyen özönlöttünk a városba, egymáshoz szagról tudtuk, hogy a szóval megy. A belügyeseket is mind tudtuk, de nem érdekeltek, nem tudtak úgy mit jelenteni. Illetve mi azt tudtuk, hogy nem tudnak, tudtak, csak hát bennünket ez meg nem nagyon érdekelt. És akkor így csakan voltunk a városba, kiállításokat néztünk, művelődtünk, mi azt képzeltük magunkról, de különben csajokat hajkoráztunk, és a legolcsóbb kocsmákat próbáltuk földeríteni. De ez emiatt nagy vonulás volt a városban, mert nem csak én voltam így, hanem az egész korosztályom ezt csinálta. És akkor így fejlődtem én is velük együtt. És akkor a dalok pedig szaporodtak a Bereményivel, a közös albérletben oda beengedtem, aztán az albérletemben igen kiváló albérlet volt, az beengedtem a Bereményit, de hát nem volt baj, mert szép dalokat szűrtünk ott benne, és akkor hát és akkor, hát, de nem, és akkor ez csak, és mindenféle ilyen barátok jöttek, akkor énekeltek ezeket a dalokat, a barátok meg följöttek, hogy nagyon hülyék, na már megint mit írtatok, rembóról írtatok, na énekeljétek, mindenki úgy csinált, mintha nem érdekelné. De azért mégis mindenki jött, hogy azért mit írtunk, és nagyon furcsa időszak volt ez. Aztán egyszer csak kiderült, nyilvánosságra került, nem részletezem, tehát kipattantak a dalok ebből az albérleti névtelenségből, egy Jancsó fiú kapcsán, vagy a fene tudja, már én hosszú óta, Isten ments, hogy részletezzem önöknek, vagy nektek, de egyszer csak kipattantak, és akkor rájöttem, nem sokára rájöttem, hogy ennek van értelme.
mert látszott, hogy a dal az perzsel, pedig én nagyon gyermetek voltam rajztanár, hát nem értettem én ehhez, hogy hogy kell énekelni, mint egy bájgunár álltam magamra, azt hittem, hogy szép vagyok, meg nagyon csúnya, mint egy lakfislány, mint egy ilyen pubertás korú, akik meg éppen cseperedik a mellé, szóval mint egy kislány, szóval, de én is, úgy akkor meg nagyon tudtam, hogy mi ez az Arthur Rimbaud, meg a Shakespeare, szóval mi van a dalok mögött, mi ezt a Gézával, azt lesúlyoztuk, hogy az mit jelent. Tehát a szándékom viszont volt erős. És akkor ez átvitte a dalokat ezen a gyermekbetegséges időszakon. És akkor itt szép lassan, pár év múlva rájöttem, hogy ezt érdemes csinálni. Mert ez mozdít, ez hírt visz, ez összeköt emberekkel, Szombathelytől Debrecenig, nem is ismerjük egymást, olyan furcsa. És akkor így megvettem az életem értelmét tulajdonképpen hosszú időre. Hosszú időre. Én egy elég ilyen fordalmár típusú, mint minden normális fiatal ember, újítani, és szerettem volna, és azt a rendszert pedig borzasztóan utáltam. Tehát ezt az álságos, hazudozós, gyilkos, szocialista rendszert, amiben mi fölnőttünk, én azt mondom, hogy rettenetesen ellene voltam. Csodálom, hogy nem rúgtak ki a főiskolákról a politikai okok miatt, mert abban az időben ez még nagyon könnyen ment, és elkanyarodtam hirtelen, a düh azonnal elborította az agyam, tehát hogy nem nagyon lehetett másképp beszélni. Azt, amit mi el akartunk mondani a világnak, vagy a Beremény is, meg én is, azt magyarul nem lehetett elmondani. Tehát muszáj volt úgymond kódolt nyelvet használni. De kiderült, hogy az egész ország érti ezt a kódolt nyelvet. Tehát Szombathelytől Debrecenig, a mezőtúron egy vasutas, az pont úgy értette a Levél nővéremnek az első sikeres lemez. Tulajdonképpen nincs benne politika, végighallgatja valaki azt egy mai fiatal, azt kérdezi, mi, hol van ebben a politika, kérdezheti, mert nincs benne. És mégis fölállt a szőre egy ország hátán, kiderült, hogy van egy egyetértés, tehát mi tudunk egy nyelvet beszélni. Hogy ez pont a dalok nyelve volt, tehát ez a mi szerencsénk a Gézával, vagy nem is szerencsénk, hanem mi ezt tudtuk, ezt a nyelvet, mi ezt akartuk beszélni, ez nem tolvaj nyelv volt, kódolt nyelv. Albérletről énekeltünk, albérleteinkről, meg egy szomorú krakói utazás, és mégis mindenki tudta, hogy mi van a háttérben. Tehát, hogy mi egy nemzedék vagyunk, hogy egyformán sínylődünk, hogy egyformán szenvedünk meg valamit, miközben egy csomó jó dolog, a csajaink is közösek, úgy értem, hogy tehát történnek velünk a szép dolgok is, de hogy mi mégiscsak egy furcsa sorsú nemzedék vagyunk, több nemzedék, ez talán ez volt a daloknak úgymond a forradalmi ereje. Mesterségben ugyanolyan szándék volt ez az éneklés, hogy tehát én azt tudtam, hogy ezt tudom csinálni, és ez a dolgom. Nem küldetés, én nem éreztem. Nem éreztem. Én amúgy biztos valami forradalmár lettem volna, hogyha küldetés, szóval akkor nem tudom, valahogy szerettem volna az életemet feláldozni a hazámért. Szóval ez ilyen romantikus, de általában a történet nem adott esélyt. 56-ban kisfiú voltam, azóta meg semmi vér Magyarország. Az énekes ez egy kicsit polyátsza, mert kinn áll, ágál, mutogat, érzelmeket fejez ki, tehát nem esik távol a színészet, de hát én a színészethez nekem soha semmi közöm nem volt. Ámultam a színészeket, és bámultam, hogy mernek színpadra menni, meg olyan sok szöveget megtanulni. De hát persze egy ilyen énekes, aztán, mint aki akkor úgy lettem, hát egyre híresebb fiú, úgy akkor fölkértek, emlékszem, volt egy Nyom nélkül című film, nagyon jó film egyébként, kár, hogy ma már nem. Ez az első krimik egyike, és akkor azt szinte rám írták a szerepet, mert hogy jó nevű énekes, ilyen furcsa, hosszú hajú gyerek, és de ebből nem volt szerepe. A Jancsó filmekben se volt különösebb szerep, fölülni egy lóhátára, vagy egy bivaj hátára, menni jobbra-balra, és akkor az egy figura volt, de szerep nem. Később a Bereményi filmben, itt meg ott, a turnéba, a Bereményi film volt, vagy a Csini babába is, hát nem, az nem szerep, hogy bemegyek egy bódéba, ahol a lányom állítólag a fiújával ül, vagy nem tudom, a 6-3, hát abban volt egy kicsit nagyobb szerep, de ezt én mindig kalandnak fogtam fel, soha nem szégyeltem, mert nem kell szégyelni, hogy az ember szerepel. Ezek nekem mind inkább ilyen jó kis kalandok voltak. Angela, Angela, bene szédű mindenem, és fénybe fordulnak az árnyak,
mert már karjaimban látlak. Angéla, 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 kicsi angyalka. Hogy képzeled ezt, lányom? Ki ez a fiatal ember? Ki maga? Ő a barátom, nincs lakása is. Micsoda dolog ez? Manapság egy lánynak a legfőbb értéke az üzessége. Te meg itt hempergőzöl a satum és a kézifurdancsom társaságámat. Ugye nem titok, hogy elég súlyos betegségem lett, ami az életet hirtelen lefékezte, és megváltoztatta az én viszonyomat az emberekhez és az emberek viszonyát is hozzám. Illetve nem megváltoztatta, hanem rávilágított. Én nem törődtem, én csak csináltam a dolgomat nagy lendülettel, sok igazságérzettel, meg ilyen szent hitekkel, és nem törődtem azzal se, hogy az emberek engem szeretnek, vagy nem. Mert tudtam, hogy jót csinálok, vagy legalábbis erős meggyőződésem volt. És tehát nem törődtem a reakciókkal, hogy engem hogy sztár, nem sztároltak soha. Én szervusz Tamás, én nem voltam soha sztár, vagy... De ez a betegség hirtelen rávilágított, hogy az emberek, hogy a borzasztó nagy szeretet vesz körül, és nagyon furcsa, hogy most nem tudok megfelelni ennek, és ez egy nagyon jó dolog. Nagyon jó dolog. Ami rossz benne a betegség, és ami jó, hogy ezt megtapasztalhattam, mert egyébként azt hiszem soha nem jöttem volna rá. Hogyha a dolgomat csinálhatnám, akkor most se azzal törődnék, hogy az embereknek milyen a viszonya hozzám, hanem azzal törődnék, hogy jók-e a dalok, be van állítva az erősítő, szól-e rendesen. Tehát egyebekkel, egyéb gyakorlati dolgokkal. Én azt hittem, a célból vagyok, az soha. Még egyszer, mikor a betegség kiderült, és hogy a tüdő, mondtam, hogy nem érdemes megröngenezni, hát azt mondja, hogy mozdony vagyok reggel este, másfél órát robogok, ez a tüdő nem tud megbetegedni. Hát nem az, hogy mégis csak tüdő rá. Föl sem fogtam, amikor először mondta. Hát de most a hátulról kezdem, hogy a betegség. Mert ezt az rögtön látok, hogy tüdőrák akkor meghalt. De egyébként tényleg gyógyíthatatlan betegség, ezt tudjuk. De hogy hát meddig lehet vele húzni. Még az is lehet, hogy énekelni fogok önöknek. Még ez se kizárt, de azért mondjuk erre elég kicsi esély van. De hát akkor megsuhintotta, hogy ennek a vége van. De hát olyan gazdag, nagyszerű sorsot adott a Jóisten nekem, tehát én azért 30 évig, amiket mind elmondtam, tehát ezt mind megéltem, abban voltam a szomorú, bosszantó volt, meg keserű, de szomorú, nem. Tehát egy boldog ember voltam, a dalokat, tehát egy boldog ember énekeltek. Tehát engem szeretnek. Igen. Hát akkor hogy lennék boldogtan? Futásomat elvégeztem, hitemet megtartottam. Én rendben vagyok, tehát amikor úgy tudtam, hogy most nem sokára, mert ugye két évvel ezelőtt, amikor kiderült, gondoltam, hát akkor karácsonyra már temetés. Tehát tényleg így volt, és akkor gyorsan, szép csönd, amikor a családban nem volt otthon, én aktákat gyártottam, fölírtam, hogy ez az autópapírok, vagy a biztosítási volt. Mert én voltam otthon az adminisztrátor, és akkor jaj Isten, nem veszek itt, hogy mit fognak összekutyulni, ezt nem fogják megolajozni, ezt a rohadtartót. Szóval tudtam, hogy hiányzni fog a főember a családból, és akkor ezt próbáltam ilyen jelekkel a családnak, hogy ezt élem, de ezt élem. De azért, amikor elmentem a kertbe, gondoltam, hát nem fogják tudni, hogy ezt le kellett vágni, már tavaly le kellett volna szabadtágot vágni, nem fogják levágni soha. Annyi bosszúság tartott itt a főben, szerintem azért vagyok még. Nem volt arcpoétikám. Nem, szóval így megfogalmazhatóan nem volt. Azt hiszem mindenkinek van, aki elszánta magát egy életre. Én a hazámat gyarapítani. Hazámat bármilyen kis szegletén javítani, egy kicsit is. Talán ilyesmi volt, mert tanárkoromban, amikor 10 évig tanítottam rajzot, tehát nekem akkor sem voltam keserű ember, tehát javítani a világon, és a szűkebb hazámon, a kicsi Magyarországon mindenképpen, és hogy ezt az ember dallal csinálja, vagy egy jó megfaragott csónakkal, vagy egy kapanyével, azt hiszem majdnem mindegy. Ne bámulj, bambán, ha esik. Az eső, az eső. Jó van, gondolt a Desiré. Tovább megyek. Tá-ra-ra-ra-ra-ra. Tá-ra-ra-ra-ra. Tá-ra-ra-ra-ra. Tá-ra-ra-ra. Tá-ra-ra-ra-ra.
La 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 la